A Jászlóhegy-Kunszolnok megyei egészségügyi díjban részesült dr. Kanász Nagy László, a Kátai Gábor Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Jászlóhegy-Kunszolnok megye Európa díja kitüntetést vett át orvos Tóth Endre Sándor, a Kovács Mihály Huszár Bandérium hagyományőrző strázsamestere. Jászlóhegy-Kunszolnok megyei gazdasági díjban részesült Gyurcsek Jánosné, a karcagi székhelyű Kargil Takarmány ZRT nyugalmazott termelési igazgatója. Jászlóhegy-Kunszolnok megyei pedagógiai díjat vett át Lévainé Kovács Róza, a KIAMI tagintézmény vezető helyettese, matematika-fizika szakos pedagógus. Jászlóhegy-Kunszolnok megye turisztikai értéke címet kapott a Karcagi Birkafőző Fesztivál. Karcagvárosi önkormányzat a díjat Szepesi Tibor polgármester vette át. A díjazottaknak a helyszínen gratulált F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Szepesi Tibor polgármester. Szülőföldünk Jászlóhegy-Kunszolnok megye szilárd alapokra építkezik. Nem kevesebbre, mint a jászok és kunok identitására, melynek további éltetése minden itt élő felelőssége, és nyugodtan mondhatjuk ki, hogy kötelessége is. Itt az Alföld közepén éljünk akár a Tisza mentén, akár a Jászságban, akár a Nagykunságban, vagy a Körösök völgyében. Megmaradásunkat annak is köszönhetjük, hogy tudjuk, honnan jöttünk. Ismerjük a múltunkat, amit magunkkal hoztunk. Magyarrá lettünk, és az élet minden területén gyarapítjuk Magyarország értékeit. Vannak céljaink, és vannak álmaink, amelyekért képesek vagyunk keményen és kitartóan dolgozni. Tudjuk értékelni a munkát, ahogy minden apró erőfeszítést is, amely a közösen kitűzött céljainkhoz elvezet bennünket. Megbecsüljük a családjainkat, kiket mélyen és őszintén szeretünk. Tudjuk, milyen az ínség, ezért önzetlenek vagyunk, és a rászorulóknak nyújtott segítő kezünk sohasem üres. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdelmes időket, emberpróbáló időket élünk. Előbb jött a ragály, majd a szomszéd országot vele a mi nyugalmunkat is feldúló viszály. Most pedig az ember emlékezet óta nem látott asszály, és az energiafüggőségünk által okozott muszáj következményei uralják életünket. Amikor szemtől szembe találjuk magunkat a nehézségekkel, bizakodnunk kell, hogy egymásra és nemzetünk mai vezetőire bármikor, bármilyen körülmények között számíthatunk. Ahogyan a világjárványt legyőztük, együtt bármilyen kihívásnak, akár az országunkat fenyegető biztonsági kockázatoknak is a szemébe merünk nézni. Jászlóhegy-Kunszolnok vármegyét mindig is kiváló emberek, bátor katonanépek lakták, akik minden időben képesek voltak Magyarország békéjét, szeretteiket, akár az életükkel és a vérükkel is megvédeni. Az idei év súlyos asszályos időszaka ma már mindennapi kenyerünket veszélyezteti. Elérkezett az idő, amikor már az életet jelentő természeti erőforrásaink sem maguktól értetődően állnak minden nap a rendelkezésünkre. És ahogyan a gazdáknak, úgy az állami vezetőknek is bőven kijut most az ezzel kapcsolatos tennivalókból. Ki kell tartanunk. És ehhez őseink bölcsessége erőt ad és irányt mutat. Államalapító Szent István királyunk erényei időtállóak, és a ma emberének is segítenek a krízisek leküzdésében. István királynak Imre herceg számára írt intelmeiben az elődök követésére, az egyházi rend becsben tartására, az imádság megtartására, a türelem gyakorlására, kegyességre és irgalmasságra intette fiát. Ezeknek az erényeknek a szem előtt tartása és gyakorlása túlélésünk záloga. Tisztelt díjazottak! Az önök tenni akarása, eredményei és ezekben a nehéz ember próbáló időben való helytállásuk hozzájárult ahhoz, hogy Jászlóhegy-Kunszolnok vármegye az ország egyik
legdinamikusabban fejlődő térsége legyen. Önök annak a büszke, konok és öntudatos közösségnek a reményt adó tartó oszlopai, melyek képesek biztonságot teremteni a megyében élők számára, képesek érdekeink érvényesítésére, és a fejlődéshez szükséges társadalmi és gazdasági háttér megteremtésére. Kérem, továbbra is dolgozzunk együtt erőnk és tudásunk szerint hazánk, Magyarország és szűkebb otthonunk Jász-Nagykun-Szolnok vármegye javára úgy, hogy közben maradéktalanul őrizzük értékeinket, erősítsük hagyományainkat, és a határainkon belüli és azokon túli magyarságunk fennmaradását egyaránt. Tisztelt ünneplő közönség, az ünneplés perceiben kívánok mindannyiunknak jó erőt, egészséget, szilárd akaratot és Magyarország nemes múltjából fakadó örömteli töltekezést. Isten áldja Magyarországot, Isten áldja Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!